A mai részt a Bering Express támogatta. Minden, ami a csapágy körül forog. Csapágya, kenőanyagok, ragasztó és tömítőszerek. Bering.hu. Ide egy takaró, ide egy lap, ez a betöltője. Így ferdén főhegeztünk egy csövet, és veszünk rá alukupakot, ilyen izé, nem? BP-set, BP-racingosat. Nem? De. Na nézzük. Fú, bazen, milyen minőségi kidolgozás. Össze van portolva. Itt van a nyomás. Az a kérdés, hogy ez a lefele menőre, innen tud nyomás jönni. Az oké. Ez tud nyomás lenni, ez. Ő itt ez a luk, ez ott vezet valahova? Melyik? Ez? Aha. Jó, nem tudjam. Na, ha nem, akkor az csak szimplán a mérés miatt van ott, hogy ott vissza tudjam folyni, nem látok bele. De és csak amikor kinyitott a szelep, csak akkor mér? Aha. De ez egy nettó fasság. Hát az. Hát megnézhetjük a csodálatos orosz videót, de szerintem... Szerintem legyen ez. Ja, ott valami volt, csak vízkör volt. Valamint mutogatott az elején. 3D belforgatva. Vagy olajszűrő nélkül elkezdünk önindítózni. És oda csavarod fel majd, ahova kell. Az egyik csövön följön, a másikon már az a nyomóágba kell mennie. Először nézzük, hogy milyen anyagot. Hozz hozzá a gép. Hát ez meg is érkezett, nem? Sporolósan, hát ha még kifér a vízcső is belőle. Checking the fitment, I think is more than fun. Belenézünk felülről, hát ezek jó. Ez csiba nagyon nehéz. Csípni. Így, 5. Hat. Viszonylag diszkós. És az AliExpress, hogy belefér a tákimákiba. Mint olyan sok tákimáki lenne most, ez nagyon vegyes.
OBD 11 percek. Mostanra már valószínűleg ismeritek ezt a kis kütyüt, de ha esetleg nem, akkor röviden ez egy OBD csatlakozón keresztüli diagnosztikai eszköz. Nem mellesleg, vannak benne ilyen jóféle kis one-click appok. Ez az autóhoz nincsen túl sok, mert igencsak öregecske már, de mindjárt megmutatom, hogy Zsoltinál például miket láthattatok. Gyorsan végiglapozom, coming home, leaving home, világításokat, SC, off temporalit. Egyébként ezen az autón vissza kell állítanunk a service intervallum számlálót, úgyhogy ezt most meg is teszem. Ennyi volt, egy kattintás. Átadnám Zsoltinak a szót, hogy a kedvezményekről beszéljen pár szót. Az Ultimate pakkot most 200 euró helyett 120 euró. Pontosan mondjuk a számokat? Uh-huh. 199 euró 99 cent helyett 119,99-ért fogjátok megkapni, ez egy 40% mínusz, az már az ugye elég jó nagy kedvesség. Next Gen device-ot, tehát ezt a kis Next Gen device-ot 500 kredittel, telefontartóval, meg egy kis akassággal megkapjátok 164 euró 96 cent helyett 99 euróért, az, ami szintén 39% kedvezmény. Bocsánat, csak közel Lissi, mert nem akarsz kimenni? A Pro pakkot 36 hónapos előfizetéssel, új telefontartóval, meg okosságokkal 209,96 helyett 144,99-ért fogjátok megkapni, az 30% kedvezmény, és akkor click below, itt lesz majd link, ahonnan meg tudjátok olcsóbban vásárolni ezeket a holmikat. Közben végre elindult ez is, hogy itt közben Patreonon vettünk fel anyagokat. Igen, már Zsolti kifúrta az utolsó lukt, meg menet. Ki fog derülni pillanatokon belül, hogy mennyire sikerült egyenesre vágni a menetet. És a mai terv az, hogy összecsavarozz. És bepróbáljuk. És bepróbáljuk a helyére. Remélhetőleg ma jönnek sokan, hogy segítsenek a súllyal. Akármilyen hihetetlenül hangzik, felcsavaroztam a lentkereket. Aha. Ezt nem leveszem. Jó? Nem fér mögé mi. Megnéztük, hogy hogy megy föl. Kész. Erről mi a véleményed? Faszom. Jó. Tartunk hol? A 1%-ánál adom. Jó. Ez itt... Hírolvas. Fütyül dudál. Úgy néz ki, mint egy Ádi lenne. Ja nem. Olyan szép, mint a gyák napja, ahogy a Tóni szokta mondani. Hát, figyelj, szerintem még várnunk kell egy pár embert, hogy ide toljuk a Bentley-t. Izgi lesz. Szerintem ez megint egy vicces estének nézünk elébe. De már el van engedve neki az orrát, most mit izétek rajta? Most izétem ki, most nem kell múlni. Tóni, magas sarkot élve neki. Tudod, melyik az? De van is, most mit izétek? A logisztikán gondolkodom, mert olyan baszott nagy ez a kibaszott Bentley. Szerintem az A3-mal ide kéne húzni. Én benne vagyok, de rendelsz egy kuplungot gyorsan. Zsiráfaszkin van? Uh-huh. De nagy állat, hamar észreveszed. Semmi baj, döntsd el a lát. Nem emeld magasra az, nem? Mert ezt állt. El van zárva, emeljük. Olyan furcsán pumpálódva. Hát, mert nehéz. De sok, azért, mert nehéz. Hajlik az emelés. Jaj, nem, nem nehéz ez. Na. Figyelj, ha én ráülök, akkor még nagyjából a váltó? Akkor innen nem esik nagyon. Na. Jó, még akkor most. Na. Szerintem hátra fogsz esni, a hátra dolgot van a váltó, beverem. Nem baj, a kamera forog. Igen. De so itt a kaszkadőr matac. Jaj! Jó, jó lesz ez, kibírja. Húzzad, húzzad. Hogy a faszomba húzzam ugyan? Hát minden segít neked valamelyik nézelődő? Bazd meg, itt vagytok 70-en! Egyet megy már, ugye? A Samson az! Sehet helyet! Baj van, vadulunk. Én nem tudom, és csak olyan. Fátja! Megy a motor! Lámpát kereste. Ezt? Nem, egy erősebbet, ugye? Itt van valahol az a kötél, aminek elvileg nem szabadna elszakadni. Valahol és az elvileg? Ez riggelő kötél, úgyhogy ez nagyon erős. Csak van egy halott kaszkadőr a végén. Nem is rossz. Újúj. Elfér? Igen, nem akkor majd csinálunk neki egy. Igen. Tényleg vagyunk itt egy pár, majd kicsit próbáljuk meg hátrébb tolni. Húzd már le az ablakot. Toljátok már, bazd! Ó, na, hogy a világítom, hogy ne lép bele a rozsdás szögbe, ha nem muszáj. Gyertek!
Gyertek! Gyere, gyere! Alá, elől! Azaz, jó vagyunk! Jó, hát ez betoljuk el! Kovic, innen a kocsit! Gyerünk, a tréleres! Tréleres, kősd rá! De mit azt mondjuk, kukkukot vagy a kötel? Hát is így! Az az, az az árhidat! Ja! Harcoljon! Ilyen kis sztori van! Csumázzad neki, bátya! Sarkasz ki! Az fog, azt fog! Azt fog! Fogni kiszopassa! Hallod, dagadt te rajta, ültél idáig. Ezért ment ilyen. Szokti a kuplungon meg oda miattad. Mondd már meg! Gyorsabban! Jó, már nem is kellett. Szexi autósás éjjel. Az igen, és ilyen lapos. Itt is van egy kis moha. Csiga. Fólia alatt is moha van. Most lemossuk, vagy nem mossuk le? Te fogod mosni. Ja, jó lenne, ha levennéd végre a fólót, ja, meg a nadrágot. Költözz át melósba, mert... Búzi. Szedjed, bazd meg! Ha már megvettem. Jézus! Jaj! Fék van rajta, egyet picc? Ja. Fék van! Fék van! Na, engedd már! Hello! Hello! Vigyázz onnan el! Ő most ott megoldotta már a dolgokat. Szerintem lecsukódott a múlva. Nem csukódott le, tesó, hogy is nincs. Ez, egy ez ilyen nehéz. 80 kiló. Nincsen dik. Mert eddig nem volt lezárva. Oda csipi a kezed. Hát, ha hogy visszaengeded, akkor igen. Hát ez hogy fordulhat el? Nem ott volt. Na most! Nyisd föl. Van benne egy pálca valahol. Egy pálca van benne, nyissad. Hol? Mondjuk, hogyha megfognád a kólámat, akkor... Nem kólád. Az Isten faszádban. Rászárad a löty. Mindenki ideges ma. Egy picit türelmet mindenkitől. Bentley mosás van, hát ez nagyon fontos, gyerekek. Nem minden nap moshatunk le egy Bentley-t. Nem is szeretnénk. Nem, hát, jól látod. Hát, csak nem egy csodálatos devalt eszköz használt. Más használnék, ne haragudj. Nem is fokod, fedi a mohát. Csinálja. Alul is bazd. De Zsolti a lökhet. Azaz. Várja. Tipis kedve eléri a tetején. Eddig érem el, igen. Annyira bele tud merülni dolgozva. Volt ez állok, hogy így érek. Mi? Ilyen. Nyomja már! Na, ott a szerszámok, dolgozzá! Van még egy! Ah, ez olyan szexi volt, mint te! Köszönöm! Ügyerünk, ügyerünk! Nem kell bátortalan, akkor ügyerünk! Hát ilyen, ennyit ért! Ja? Jó, mondjuk vagy! Oda néz, oly, de szép fricelés volt! Még sosem jártam így! És én vagyok középen! Ez kicsit félreértető volt. Tényleg, keci, kimászott a felliből a csiga. Na, még nem volt. Volt ekkora turbó, vazd meg. Jó, de azt rakjuk valami ecetvára, vagy mit tudom. Ecetvára. Jó, jó. Ahol, ahol találsz. Hát mindenhol van Erzsébeten, vazd meg. Egyenesen! Azaz, jó lesz! Le fog érni az ajra! Kicsit úgy, azaz, jó! Egyenesen! Mert az egy automata váltó. Nem az ez. De nem fér el mellette. Sorba! Na, Oliver, fölkapod a válladra. Na, Petri, jöhet le a váltó! Plétes már a motor, mint a HGK-nál. Hát. Csak ez JBL, nem HGK. JBL! A gyangszóró! Ez, megy de majd. Figyelj, úgy fog terelést váltani, állom. Szedták ki a várunk. Arra várunk, hogy várunk, az meg, hogy húzd rád, rád, várunk, rád, az meg. Ha menjünk le, szedjük ki, valaki jöjjön. Oliver, gyere már, vedd már ki! Hát bazd meg, itt megszakadunk. Nem lefele megy egy váltó? Ez nem megy lefele, ha nem fele, akkor az eset volna. Jaj. Lenne törd, hogy vizi, drága izé. Ne, 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 Rakni a drága
Na, szóval ez 14-es csavaros. Aha. Jó, ma te... Fú, ez nem mekkora, azt a kurva. Egyébként ezt lehet, hogy egyezekben majd levesszük. Uh-huh. Ez a... nem tudom mi ez. Jó, akkor viszont azt fogjuk csinálni. Ez innen jött. Aha. Kardán leesésgátló. Aha, és ezt vissza is dugom. Igen, ez egy kicsit kompakt. Hú, ez amúgy jó nehéznek tűnik. Tudod miért? Azért, mert az? 1-2-3-3-2. A kutyára vigyázz! Szoktam látni rólad, csak egy furcsa weboldalon. Felakasztatom a kardára, vagy ez nem jön? Ki ezt nagyon hangos volt? Korrigáljátok az elejét. Mi szűk? Kimértük. Gyere. Ez egy ilyen talpalávaló. Keksi háromra. Na. Egy. Három. Hát az emelőt nem véletlenül hoztuk ide amúgy. Azt mondtad az előbb, hogy egyedül fel. Mondod, hozzád vágom. Azon veszek meg a modellőt. Annyi erő lesz. Végre. Én csak a fejeket veszem. Ne engedd, de egyet már tudtál. Ez tényleg szakkör. Ez nagyon szeg. Három ember dolgozik a tizennem tanányban. Nekem ez így jó áll. Mindezt képzeljétek el viharos szélben! De minden más, igen! Milyen tornádóba csinálni ezt? A keksi fejéről azt olvasom le, hogy nem jó. Ez így egyben van. Persze, nyomj, ez mind tricepsre egy. Tényleg, áll egy. De most ne rángass, tehát te hülye! Ugye, nem bízok ebben. Jó, megemeljük a váltót, az kész, nem? Csak megemeljük a váltót. Megcsípjük egy picit, megszusszantjuk, hogy behusszanjon. Emelj rá még, Berci! Olivier! Engem! Fogjad! Ne legyen avatta! Fordítsátok már be a zsinátok, basszátok meg! Nem, mert a rossz nyarodjott helyen. Jó. Legalább valaki figyel a részletekre. A munkat alatt mozgassuk! Engedd le! Nem jó, ha nem fog akadni a fülét. Döntsétek még befele a modellet. Döntöm. Anyád! Mindjárt lemegy a holló és megemeli a váltót. Várjál, beszorult a mackó testüket! Áttettük a rongyot az emlékvárra! Nem egy az! A gravitáció megoldja! Meg. Miért nem veszik el a leömlőt egyébként? Itt nem nyerte értelmét a tűcsavarozás szerintem. Oldali rá! Ez nagyon gép! Fűs lesz, na! Vágy! Mi vagy? Jó, hülye keresztbe fordítja a henger fejét rajta, bazd meg! Mindenki teherbe ejt. Oké, most a seggemet is. Mindenki ide fészed! Mit csinálsz? Mindent. Ez hogy lehet, hogy csak három nyílás? Úgy, hogy ez V6. Ja, csak ezzel átbasztak. Engem nem győzött meg az Oliver fejemek az belső. És azért jön le ilyen könnyen, mert ez kevés kilométeres motor. Amúgy kevés kilométeres, tényleg. 3000 valamennyi megy. Csak belvárosban használ. Csak háborúban használ. Nekem gyerekkoromban még rendesen volt Zil az utcán, csak én mindig úgy emlékszem rá, hogy... Még fekete fehér volt minden. Hétfőn nem volt semmi. Gerinek az első kutyája az első kutya volt. Jó, mit szedsz közben le? A hengerfejet még lerántja. Várjátok, mert már az ablaktörlőbe ütközik az EGR. ABS kockába akadunk. Szépen lassan. Sarokcsiszolóval levágjuk a két torony sarkát. Közben mit szedsz szét a hengerfejcsavarokat? Szedett ki? Mit csinál? Hülye! Nem baj! Isten, geci, kivesen. Végül majd talán te mit csinálsz? Egy hengerfejezek közben van? Vagy csak az ember? De hallod? Tényleg, rakomassad már! Csinál magának helyet! Ez az, hogy csinál magának helyet! Jó, szálltok meg, kiakadtál. Látod? Ez geci jó. Nem az. Hát ez kurva jó. Bejön, benne van! Na, akkor miért így fel a károkat? Az van, hogy szerintem egy vízmértéket leraktunk. Amúgy jól mutat, nem? Ezt tudja. De minek húzgálod, te hülye? Hát, hogy kezében emeljünk fő, na. De emelő meg alatta van, nem látsz térbe, Zsolti? Pluszos szemveget vegyék, hogy baszol.
Oliver, ne! Ne bozd már tovább! Ne csak vissza! Leveszi el! Most mindenki ide néz! Arra hagyok időt, geci! Mókusörs és a szilmotor! Nem is látszódik! Elengeded, akkor mi történik? Engedd le! Engedd le! Várjál, mert a Katita csoport akcióban van. Szerintem alulról egyébként a leömlőt föl lehet tenni. Várjál, mert az már rajta marad! Erre már ki a kurva anyját! Ne ti bízd, elengedem, akkor könnyebben kijön. Figyelj, picit emelünk az elején, ott itt meghegesztjük egy jó nagy zárt szelvényel a gecibe, ráültetjük, azt meg is gyűjtünk. Jó, de ha leesik, akkor innen föntről megfogjuk. Geci, hogy átkozzak? Még a izin is átkozzak. Oliver megfogja. Erzsébeten egy fiatal, egy V8-as motorral a húna alatt hagyott el egy telepet. Azóta is keresünk. Hát, most lefele emeled? Hogy lehet? Arra el kéne húzd egy picit. Oké, okay, még egy picit. Jó! Meg is jöjjön, hogy ezt látja. Még egy picit. Elé, még ott tudok a pulatot. Sok! Ennyit. Sok. Sok. Nagyjából egyébként így lesz. Hát nem baj van. Ez hülyén fog kinézni, mikor a nívópálca kijön a gép tetőn, mikor lecsukod. Leszek anyar és a dobbetétből. Lejjebb kell vágni és kevesebb olaj kell legalább bele. Ne hozd az ést, mert el fog fogyni. Azaz, így kb. Azt a kurva, de kb. Szegény Oliver az elmúlt 40 percbe tartja kb. A motor. De ez olyan, mintha a bárpult támasztanálnám, tök mindegy. Önindikó most hátulról. Ahogy ide bekerült, ez látszódott, hogy az csak onnan fog. Tehát... Igen. Kifelé a csöveket, Geri! Kifelé, a valaki jó vágyra rá. Én nem látom, mit kell csinálni, nem értem a feladatot. Várjatok egy picit, Oliver, figyelj oda! Mindig veled ki a bálnak rá, Oliver is. Ennyi, okat jó. Esküvő meg volt, ennek ide be kell menni. Nem érek rá. Azaz. Ez éppen csinált valamit, amivel nagyon el lehet vágni a kezedet. Ennek ő az, aki a baszósz után, aki a piti. Adjál neki numerát! Fogad! Keményen! Ne ilyen muzisan mert... Jézus Mária! Nem érzi a fájdalmat! Hallod a szemüveget orrhegyre rakjad, mert... Így jön! Egyébként majd ki kell még venni a motort. Bizony. Tessék ki! Ez idáig dobom. De miért én? Hallom, itt vagyunk 30 kórra. Szerint a közelében is így is ősérül meg. Vegyük le innen a dolgokat, légy szíves. Ezt is meg kell nézni, le tudjuk egy csúcsot. Nem, mert a olajnívó pálca. Hát hasd arrébb a geci. Röviden le kell vágni. Na, ennyi. Kész, beállítva. Várjál, mi van? Hát? Sima liba. Domóra föl? Elfér. Na, ennyi. Lámpa mögött közé. Így nem lenne jó, Zsolt? Én oda tenni. Hol lesz a hűtő? Ott lesz elől a hűtő a helyén. Én? Oliver! Valaki fogja már meg arról a feléről, mert geci nehéz ám. Jobb első lámpa helyén. Ide nem fér be, akkor hogy gondoltak? Jobb? Így? Adjál! Igen! Te nagyon-nagyon akarod ezt látni ott a izéskör. Jöjj! Valami lesz a plán, nem érdekes. Dobálja, nem vágj, Zsolti, nem vágj. De egyébként értem igen. De ezt, mi? Interferencia az, fordít. Fordíts meg, vágj. Az ellen basszolod. Úgy. És akkor és már egyből fut. Már egyből. Egyébként az volt a tervem. Nagy százas csőgeci itt. Wabalababababa. Úgy. Nem lesz egy minimum. Geri, csináld a üzletbizniszeket, mert annyi szponzorcuszot kell adjál, hogy beszarsz. Motor és turbó nem kell. Cooler se, tényleg. Na, akkor mi kell? A nem lesz a hal. Tudod, mit mondja neki? Westgate kéne. Hopp! Két darab. Egyébként bassz meg azt a jó módot, érted, benti csavarra dobáljuk egymást. A mérhetetlen gazdagság. Le van már ez a díszfert, hogy most mi a faszom? Na, ide. 13. Hoppá! Várjál, mondtam meg. Motorberakás, hogy ez nem lett volna. Nem. Jó. Na. Ő az ígéret földjéről akarod csavarozni? Oda rakjam, hogy nem érdemel. Túl nagy az a hosszabbik. Az ígéret földjéről akarod csavarozni? Nem lehet, nem ilyen egyszerűbb lett volna így nem beszélni. Vigyázz, mert az agyon baszod a bátyúkat. Én vagyok a turbótartóbak. Nem nehéz? De.
Összementem több centit. Mi változott meg a hangot? Baszomba. Baszik, beszerkezd a fotót. Készen van már rég, te. Igen, Oliver. Dezső meg ilyen nehéz getit idehozta. Leengedem, megvannak a fotók, minden fasza. Lecsukjuk, és lesz mehet ki a helyére a következő pontosan. 9 hónapra. Holnap az a szart kell csinálni. Amúgy egészen impozáns látvány. Hol néz ki? Hát úgy megtelíti a teret. Azt hagyhatod ott. Viccen kívül, tök ki mehet. Persze. Nem foglalja a helyet. Csak úgy, hogy motorázt, hogy leesen csukod. Ez leesik, gödröt ars. De miért van ilyen vonat hangja? Na, vedd le a fülhallgatót. Kedves Antonium, egy 3 mondatot, többet nem szeretnék hallani. Ez egy rádió, a telefonodon lévő rádiót tudod kihangosítani ezen a Bluetooth hangszórón. USB Ceciliás töltője van, azt már észrevehetjük. Most megint az lett, mint múltkor bazag, hogy össze lehet párosítani. Mert van bazd meg. Szóval, hoztunk már egy hangszórót. Bluetooth-a lehet hangot szórni rá, és szórja tovább. Ennyit lehet igazából vele mi csinálni. A specialitása? A specialitása az az, hogy 83 decibellel tudja az ember alig por és vízállósággal. Nem ez a specialitása, de fel akarom ezt vezetni a Hype Train-re, először fel akarlak ültetni, nem pedig azt akarom, hogy a Hype Train elmenjen előtted. 16 órán keresztül tud szórakoztatni, és azért van belőle 2. Most kipróbáltuk, igazából annyi a sztori. Csatlakozol az egyik Bluetooth hangszóróthoz, de viszont te gulág vagy, úgyhogy te 2-t vettél. Akkor, hogyha megnyomod egyszer azt a 2 gombot, a Bluetooth gombot, akkor párosodik, és egy sztereó hangszóród válik belőle azonnal. Lesz egy nagyon érdekes módon jobb és baloldali hangszóród. Dénes Cecil Robert 009. Hát... így fél egykor nem voltam a legjobb autó, de... Ja, meg ugye te tartottad a benti motort a legtöbbet. Jaj, bazd, mire ezt beraktuk. Hú, hagyjuk is. Mi a sajt sem Dream Team tag? Akkor megyek. Tóni, ráérsz, vagy te? Várom a Tóni. Fogja rászni. Nézd már körül, légy szíves, hogy összejut a Dream Team. Lehet kezdeni az okoskodás. Kinek miért? A Tóninak megvan a jelmondata. Ha már hülye fasz, hogy akkor legyen nagy pofát hozzá. Na, ez az. Körülnézel, önmagamat is beleértve. Ez azért elég gáz. Mind meghalunk. És mindenki más nagyon súlyosan megsérül. Az a kizgalmas előjelek, így csak mérhetetlen mennyiségű 16-os gumink van. Üzemanyaggal már nem annyira állunk jól, összesen 60 literünk van, az a messzire nem fogunk menni. Van kint 2 darab üres 60-as hordó. Azt megtöltjük varázslattal. Szerint... Ebből leszámoltál? Én rosszul gondolom, hogy a benzinkuton van annyi belőle, hogy adnak is el, vagy? Neked meg minden, mert úgyse benzinnel mész, mi? Ja, de. Hát te meg beszélj meg a Bennyvel. Hát ja, igen, tényleg. Tényleg. Ki is tagadunk téged a Dream Teamből? Mert most mi van? Amúgy tényleg, kinek lesz szerelők brigádja a kurva élet? Ezen most gondolkodtam. Én szeretnék. Neked megy a meg? Én egyszer már nem gondolkodtam. Ezzel kell tegyem ott a háttérben lévő droidikákat is meg lehetne kérdezni. Dezső! Én úgy nem is tudom. Most gyere, Dezső! De mit csinálsz 30-án, szexi? Várjál. Szexi. Én mondom, nem is tudtam, hogy ő tud driftelni. Hát? Nem tudok! De hát, hogy... Én egyszer láttam tökölön 3-szor megforogni a junk wagon. Nagyon jó. Ez fogja csinálni, csak tehát, hogy az éjjel elmondottamat is elmondanám. Én azért indulok a tehetségkutatón, hogy kutassák bennem a tehetséget. Szerintem nem fogják megtalálni, de a lehetőséget megadom. Azt aztán kell tehetségkutató. Hát bennem kell, bassz. Örülsz a megosztárba az, akiket röhögünk. Így van. Pontosan. Mit csinálj? Ez volt az első kérdés. Ez volt az első kérdésem, hogy azért akarjátok, hogy menjek, hogy röhögjenek rajtam? A válasz? Igen! A Máténak az a
nem titkolt célja, hogy előrébb végezzen, mint a Tóni. Na. Látod? Ezek jó cél. De igazából most megvan, tehát szerintem ez kép. Nekem? A nullás körök közül hogyan döntjük el, hogy melyik volt a nullásabb? Nem, sebességet mérni fognak, csak szólok. Na, egy. Ha te fogod, és a Jézével 1-2-3 teli kiló húzza, kirekúzza. Mire? Beesésével kapok pontot. Ez benne van a Tokió. Pedig, amikor megkapja a Monalizát. Na, az lesz a Geri. Lényeg, ami lényeg. Üzemanyagot átbeszéltük 10 perc alatt. Igen, lesz. A Beninek van vajon ponyvája? Ha van kint most 2 darab ponyva, amit ha keresztbe rakunk, az 4 darab autó. Neked van ponyvád? Nekem mindenem van, én teljesen önellátó vagyok. Jó, ő zárja a sort. Azért lesz ott egy surda is, akinek azért van tulajdon része a sátorban is, a ponyvában is. Meg kell tudni majd addig, milyen idő lesz, tehát a sátor az majd kiderül. Most egyelőre a ponyvánál tartunk. 2 devalt a sátorban én hozok, tehát hogy az lesz fixen. Lesz egy 5x3-as, meg egy 3x3-as. Motul devalt legyen kint. Olyan... Mit vártál? Most őszintén? Meleg vártam. Telekóvójó. Szexi. Vagy mit csinálsz 30-án? Akarsz része lenni egy Dream Teamnek? Hát nem! Ki akar nekünk segíteni, Kexi? Akarsz ingyen dolgozni? Várj, ettől sokkal szexibben tudom felrakni. Hozzak egy szerelőkesztyűt neked, hogy ne kelljen puci kézzel kerekezni egész nap. Én puci kézzel szeretek kerekezni. Hát, te nyomad meg a puciket. Na, akkor megvan ez egy kis számú minyókánk. Egy, igen. Ákos, te mit csinálsz 30-án? Itt mi röhögni akarunk egymáson. 30-án, az a 20-a van. De rajtam biztosan fogunk is. Ez jövő hét. Jövő hét szombat, igen. Reggel, hét. Tököl. 9-től van pálya. Azért tegyük már hozzá, hogy... Megyek droidos. Akkor ilyenkor nekünk már nem kell megvenni a belépőt, igaz? Jó. Hát... Akkor megyek, ráérek, akkor... Nem kell. Én úgy kibasznék velük, és egy 3 csöves bazd meg, hogy a mozgat érjük. Gyertek, ő kereket cserélnek! Egy ötös sér számukra. Én a Tóninak az biztos, mert ott egy gumi sem fog elfogyni egy nap. De. Az első. Első? Első jó poénja Kexinek. Olaj van kint? Van. Mert kombiba kell. Féltengely, az is van kint. Féltengely van, olaj van. Kaja? Kajaszék, pad, ilyenek. Pad van kint. Van kint. Erre hívjuk FaceTime. Te hívod? FaceTime. Az a kép, az meg. Hallod, felvételem vagy buzi? Várjál, mert most itt nagyon nagy helyzetek vannak. Tetszó, a Berci hívott már, hogy jövő héten éhesek leszünk a jótékonyságin? Dehogy hívott. Na, hát akkor most én hívlak. Ha úgy van, te jövő hét szombaton ráérsz? Ja. Átment a programba ezek. Egyébként mi lenne a konyha főnök ajánlata egy ilyen meglehetősen hideg napra? Mi? 70 főre. Barbecue. Mi? Én megvettem. Jó van, majd hívunk még. Jó, Fecó, köszi, cső. Egyszer beszéltem, hogy gumizzom föl, mondja meg, hogy mennyibe kerül. Mondta, hogy ilyen túl... Az a jó, hogy most mindenki fájra veszi, kihívja a Tónit. A Tóni nyerni akar. Én ezzel röhögök a legnagyobbat. Persze, amikor a leg hülye vagy lesz. És jön egy ilyen sehonnai bitangember, bárhonnan, 10 évesen, és úgy kitömi, geci, hú, de jó lesz nézni. De utána, mivel 10 éves, úgy elverem a pedokba. Ez mostanában nem egy jó üzenet. Jó, hogy igen. Ezt értem, de így lehet majd autókázni, jó? Így legyen az, hogy jaj, azt még... Mindenkinek üzenem. Ponton, a kifér majd a zónába, kiférhet. Tőle, ide fogom utána, bevágni azt a részt, szentire. Amikor éppen szedik ki az áragot. Hátsi a kocsinak lőttek. Tudod, jól vagy, de most alulról kell ütni, nem érsz a lábam. Második kör. Második, ja. Az a köcsök ballábfék miatt volt, bazd meg, mert ugye... Na, ez lesz mi, tehát az a lényeg, amikor vége lesz az egésznek, pont ezeket fogjuk hallgatni. Így van. Miféle kifogások voltak, senki nem fogja azt mondani, hogy... Ennyit tudok, elbasztam. Hát a bal lábfék, beesett a pedál. Nem jó a szervó. Kezdi szarú kerekezett. Ugye halálra fogjuk magunkat röhögni. Csinálj már valami szétet, hogyha Tóni ennyi edik, annyi edik. Nem, hogy utána valami szopatást kelljen neki, mert nagy volt a pofa. De valami... Várj! Ez kezd érdekelni. Először is. Úgy indul az egész sztori, hogy ha Máté előttem vagy mögöttem lesz,
arra kitalálunk valamit. Azt hagyján, de ha én előtted leszek, bazd meg, na arra na, nagyon nagy valamit kell kitalálni. Akkor tök mindegy, hogy mit találtok ki, hogy engem többet nem láttok. Arra mennyi pénzt raktatok volna, hogy a Mancs meg a Hetyő szarabb időt meg úgy, hogy a Dezsővel ketten ökörkülünk, és a Dezső vezet. Zsolti, 17-es az... Vagy egyet összedobhatunk gyorsan. Megnézzük a konszignációs raktárat. Éppen kémkedtünk. Igen? Ajánlom, nem voltunk itt. Amúgy jó mutat benne, nem? Nézd, egy felni. Az ebből, ha lenne még egy, az lenne a jó, de nincs. Bokából látok a lábaim. Excellent. Alapvetően ugye ez egy picit lehet, hogy összetartásban lesz így. Így. És amikor fölborítod. És amikor fölborítod, akkor lesz. Tehát így. Miért már meg, bazd meg? Nehogy segítsetek neki, de tényleg ne. Ne a földig, miért te, Fütyi, odáig ér. Meddig mérni a tengelyig? Nem látom, hogy a pályák közönek a tengelyhez. 140, nem jó, 140 a sok. És mondd csak, Zsolti, te milyen hegesztőt ajánlasz? Természetesen csak az esab. Várjál, most gyorsan... Konfigurálod? Mert hogy ez konfigurálható? Ez egy nagyon jól konfigurálható eszköz, mióta Riki hozott egy elosztót, és viszonylag egyszerűen átállítható a gép. Védőgázas fogyóelektródás hegesztési eljárásra. Tudod miért? Ilyen kartonfal van, meg fehér fal azóta, az meg ilyen luxus, érted? Vízmérték. Na, mondjad, hány fok? 30? Persze. Ez egy kicsit sok lesz, én mondom. Persze. Most jön az, hogy... Szerintem még adok neki egy picit. Adunk neki! Fényes, én azt éreztem, hogy... Nem láttam. Lehetne sokkal fényesebb is. Na most milyen a fényessége, jó? Hát most nem tudom, mert most hahotáztunk épp a Mátén. It's enough. Ehhez képest hol van az? Nem vagy meggyőzve. Koptatni fogja a gumit. Ti se nézzetek oda, mert én se nézek. Oda néz. Na jó van, nem kell az összes szerszámot használni. Hát azt hittem, hogy a Sponzinak boldognak kell lennie valamit. Na most tündér úr, gyere, megcsinálom. Az kicsi szólom, de neked kell főhegeszteni. Jó, megcsinálom. Igen. De bazd meg, jön ki. Hát ez ilyen. Hát ez a lényege a CO-nak. De ne olyan messziről. Olyan sok lesz. Csináld már. De sok jön. De hát bazd meg, jó. Túl hossza, menj oda. Én oda is oda is nyomjad már. Te buzi! Hajdú böszörmény szaga van! Sem. Na, azok most a félek. Milyen csalódottan állott, hogy... Most nálad. Ember, tiszta féktisztító még a cső. Hát az mi a faszom volt? Lekapcsolt, mert elég melege van. Az mondjuk, az fáj. Hú, de jó, de rögtemes. Tőben akarod, vagy? Megszólod. Lefele meg kéne hajtni egy kicsit. Húzzuk meg a csatot. Jó, ez mondjuk olyan, ez elég náza. Igen? De érzed is egyébként? De tudja. Hogy ne, hát nem azért mentem rá még egyszer, mert ugye itt lyuk volt, és nem lyukosztott át, meg nem esett bele. Azért a kurva anyját, amúgy nem. Most keresetek. Önreklámos közben. Kormányt kell gyártsunk. Ferdén behegeztünk két anyát. És most mensz arré. Állad! Ázi, állj rá, létszi. Úgy, úgy. Tartod magad? Faszán? Hát, te só. Húzzá a matyát! Húzzá a matyát!
Hol? És ez sport. Super Leggera. Miért? Kellett volna terhelned. Super Leggera. Hát tényleg. Alig várom, hogy lefejelje a farkát. Csonta berúg abba a keresztbe, akkor el fog röjönni. Mindenki. Na, Peti, még te is alól. Ne hagyd magad tudni, ez a beszéd. Nagyon sportos. Ez jól lesz otthonra. És a körülök érzi. Befordul. Kisebb bumi. Na, mitől fordul le? Ha nagyobb, akkor ez a része itt van, és amikor próbálom... Annyival nem lesz nagyobb, ez nem 14. Kezeim eltörni! Már bele az összes úthibába, amit talán összeért. Hólok. Aha, ezt mondta rád, igen. Jó, hogy nem jött. A mai szakkörprogram teljesítve van? A mai? Ez pont nem volt tervezve, de szerintem túl teljesítettünk. Nem ezt írni kell. Ez nem az. Hülye lehet, hogy eljön a markolatból. Leadja a kezét a Petinek. APC-nek hívják, ilyen minden területre használható tisztító. Nekem hiába néztél ilyen szexi rám, egyébként az a kis hüvelykújaddal semmit nem tudsz szerintem.